A Nemzetközi Valuta Alap éves közgyűlésén új, nagyszabású tervet jelentett be, ami a globális problémák sokaságát oldaná meg pillanatok alatt. Az IMF ugyanis az óceán alá süllyeszteni az egykor gazdag, mára azonban már teljesen haszontalan, sok problémát okozó kontinenst, Afrikát. Szinte felsorolni is nehéz, hogy mennyivel jobb hely lenne a világ Afrika nélkül. Visszaszorulna az éc, a járványok, jelentősen csökkenne a szegénység, kihalna rengeteg visszataszító állatfaj, például a szurikáták, a bébi oroszlánok és az antilopok is. Véget érne rengeteg háború, és legalább 20 évvel elodázhatnánk a túlnépesedés problémáját a Földön. Nem beszélve arról, hogy Afrika természeti kincseit, az aranyat, gyémántot, olajat már javarészt kitermeltük. Sokan még ma is úgy gondolják, hogy szükség van Afrikára. Ezért az IMF felvilágosító kampányba kezdett, melyben közérthetően kommunikálják a lakosság felé a kontinens felszámolásának előnyeit. A kampány költséges, de bizonyára megéri. Afrika megszüntetésétől elképesztő gazdasági és morális javulást várhat a világ megmaradó része. Hogyan fog zajlani ez a művelet? Vannak már tervek az elsüllyesztésre vonatkozóan? Nagyon leegyszerűsítve, az első fázisban megnövelnék Afrika területét, majd 180 fokkal elforgatnák, és utána elsüllyesztenék az óceán fenekére. A bonyolult geopolitikai terv megvalósítása még mindig a legolcsóbb megoldásnak tűnik. Mit mondanak az ellenzők? Biztos vannak, akiknek nem tetszik ez az ötlet. Az ellenzők legfőbb érve, hogyha nem lesz Afrika, akkor nem tudja majd hova vinni Amerika és Európa a szemetét. Ám erre is lehet megoldás. A jelentések szerint biztató tárgyalások folynak ázsiai országokkal ez ügyben.